Tisztelt Hölgyeim és Uraim, miniszter úr, főpolgármester úr, igazgatóasszony, rektorasszony, főigazgató úr, nem szeretném mindenkit név szerint, meg nem is tudom megemlíteni, de mindezek mellett nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, a sajtó képviselőit. Azt hiszem, mindjárt nagyon nagy örömmel tölt el, hogy ilyen nagy érdeklődés a már is a tavaszi fesztivál iránt. És arra szeretnénk Önöket buzdítani, hogy tartsanak ki mellettünk, mert nagyon fontos az, amit itt már főpolgármester úr és miniszter úr is említett, az az újdonsága a fesztiválnak, amit úgy tudnék nevezni, hogy az együttműködés. Nem véletlen, hogy ilyen környezetben vagyunk, és nagyon megtisztelő, hogy a fővárosnak és az országnak a legjelentősebb kulturális intézmény vezetői itt vannak, hiszen ez az újdonsága az új fesztivál struktúrának. A Műszerek Palotája 3 évvel ezelőtt elkezdett már egy nagyon komoly munkát, hogy a kultúrát, a Budapest értékeit, az ország értékeit valahogy úgy közelítsük egymáshoz, hogy az felismerhető legyen a külföldiek számára, felismerhető legyen a hazaiak számára is. És elkezdtük az együttműködést a turizmussal ezen a fronton, és talán ez a legfontosabb, hogy most itt vagyunk közösen együtt, mindnyájan, és elkezdjük a konkrét munkát is. Nagy örömmel mondhatom, hogy a fesztivál teljes programja előállt, nagyon izgalmas és újdonságokkal teli fesztivál elé nézünk. És ami nagyon lényeges, hogy elkezdődött az a folyamat, ami Budapest intézményeinek az értékeit elkezdi kalauzolni a külföldi fesztiválok irányába is. Ez azt mutatja, hogy több olyan új produkciónk van, olyan új kezdeményezés, amivel tudunk kopogtatni a külföldi fesztiválok felé, és ez nagyon lényeges, mert ha ott megismernek minket, akkor többen jönnek ide Budapestre. És Budapestnek ezt a páratlan adottságát, hogy gyönyörű fekvése van, fantasztikus kulturális értékei, és ezeket az értékeket meg tudjuk jeleníteni olyan előadóművészeti, képzőművészeti és egyéb kulturális helyeken, amik szintén egyedülállóak. És hogyha belegondolunk, ezt nem szoktuk így talán végigvenni, de ma a Budapesten a világ egyik legnagyobb kulturális együttese van jelen, bátran felvehetjük a versenyt sokkal nagyobb városokéval is, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez már elhangzott, hogy a kormányzat értette ezt a szándékot, és értette ezt a kérést a részünkről, hogy a kultúra és a kulturális turizmus az egy kicsit fejlesztési ágazatként legyen kezelve. Hiszen amit most elkezdünk, annak van egy 4 éves távlata, ahogy miniszter úr mondta, a kormányzat ennyi időre adott egy költségvetési lehetőséget, és hát ezt a folyamatot kezdjük el ezzel a fesztivállal, és ezt szeretnénk minél inkább kiteljesíteni. Hogy milyen programok vannak, ugye ezen a 170, több mint 170 programon, amit a miniszter úr is említett, most tehát nem mennénk végig, mert rövid az idő, és mindenki a frissen nyomott reporálóból pontosan értesülhet, hogy mikor, hol milyen programok vannak. Tényleg az is egyedülálló, hogy 58 helyszínen mutathatjuk meg Budapestet, 58 különböző pontját a városnak. Azért, hogy a műfaji sokszínűségre egy-egy példát kiemeljek, nagyon lényegesnek tartjuk, hogy, és egy kicsit szimbolikusnak is, hogy a bécsi filharmonikusokat vendégül láthatjuk Zubin Méta vezényletével. Ez egy picit a fesztivál kapcsolatainkat és kulturális kapcsolatainkat is mutatja. Szeretnénk közelebb kerülni a Bécs-Prága fesztivál kettőshöz, és a jövőben közösen gondolkodni egy pár dologban, hiszen ez a térség, ez a közép-európai térség nagyon büszke erre a 3 városra, és nagyon szeretnék, hogy Budapestre is minél inkább büszke lehessen. Ha már említettem egy ilyen neves világhírű szimfonikus zenekart, hadd mondjam azt is, hogy arra is nagyon ügyeltünk,
hogy a külföldiek és a külföldi sztárok bemutatása mellett helyet kapjanak minél inkább a magyar tehetségeink, magyar sztárjaink. Néha ezért beszélyelősek vagyunk, és nem merjük őket sztárnak nevezni, miközben most is láthatták a bevezető produkcióban, hogy milyen zseniális tehetségeink vannak. Egy kicsit nekünk is, és ehhez kérem az önök segítségét is, egy picit sztároljuk őket, hiszen külföldön nagyon nagy a hírnevünk, és jó lenne, ha itthon is minél többen megtudnák, hogy milyen igazi nagy sztárok ők. És pontosan ezért szimbolikusan a nyitó hangversenyünk egy magyar produkció lesz, a Szegedi Kortárs Balettnek egy produkciója, a Pannon Filharmonikus Zenekarral, akik Rihály Strauss nyitánnyal kezdenek, majd Bartók és Stravinsky darabjaira a szegediek által egy nagyon izgalmas, tulajdonképpen szimfonikus balett produkciót lehet látni, ami egy ritkaság számban megy egyébként a világban is. Hogy említsünk olyan szólistákat, akik megtisztelnek minket, például Maxim Wenger úr és Angyel Kamarazenekar lesz a Zeneakadémián egy csodálatos koncerttel. Nagyon lényeges, hogy ezeket a felújított és világhírű helyszíneinket bemutassuk a hazaiaknak is, a hazai embereknek. Ezért majd Bántor úr megemlíti, de a megnyíló Vigadó is kap egy olyan napot, amikor megismerhetik a budapestiek és a itt élők, hiszen elég régóta záró van, tehát jó lesz újra felfedezni. A rengeteg név közül ugye a Simon Kinley-Side, vagy már az említett Uruguay Elvis Roth nagy énekesztár, aki megjelenik. Barokk zenének lesz egy külön felülete, ami szintén nagyon izgalmas előadókkal, például az Anselm Mateus a Zeneakadémián, illetve egy koprodukciós záró eseménnyel lesz jelen a Művészetek Palotájában, ez pedig Jean-Philippe Rameau-nak a Polinnia ünnepei című produkciója, amit a Versailles Barokk Központtal Vashegyi György és az Orfeo zenekarral közösen fogunk bemutatni. Hogy más területekre is kalandozzunk, tényleg itt is csak egy pár nevet megemlítve. Ugye vendégünk lesz Philip Glass, aki egy emblematikus zeneszerzője a kortárs zenének, egy nagyon érdekes filmoperával. Jean Cocteau-nak a Szépség és a Szörnyetek című filmjére készített egy operát, és azt fogjuk bemutatni. Ahogy főpolgármester is említette, itt lesz az iPhone Ballett, egy nagyon érdekes Rodinról szóló produkcióval, és hát a magyar táncos élet is komolyan képviselteti magát, a Közép-Európai Táncszínház egy Pelehű Pirnusok című művel, a Honvéd Táncszínház a Tárgya Színházban mutat be egy nagyon érdekes produkciót. És hát egyéb műfajokban is nyitunk. A nyitás is egy kult szó, ahogy szintén az előttem szólók már mondták, tehát nyitunk műfajokban, nyitunk korosztályok irányába és helyszínek irányába is. Lesz egy nagyon érdekes új cirkusz produkciónk, Mesztelen Bohó címmel, de hogy a könnyebb műfajok felé is elkalandozunk, Lee Ritten úrnak lesz a Millenárison egy koncertje. És hát lesznek ilyen érdekes, talán Magyarországon még nem látott produkciók, például Matt Bianco a Concertgebouw-nak, nem a nagy szimfonikus zenekar, hanem a jazz orkesztrájával fog közösen föllépni itt. A Budapest Music Center több izgalmas produkciónak is otthont ad, és hát ők még varázsolnak a jazz klubjuk révén egy speciális hangulatot, fesztivál hangulatot is, szinte a fesztivál minden napján, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon lényeges. Hogy a képzőművészeti vonal sem maradjon ki, itt főpolgármesterről az Uficit már említette. Lesz egy nagyon összehasonló Derkovics kiállítás, ami azért nagyon lényeges, mert Derkovicsot valahogy a mi agyunkban, még fiatalabb korunkban, nem mint a magyar expresszionizmus legnagyobb alakját helyezték el, hanem más összefüggésben. Tehát most megismerhetjük ilyen szempontból is.
Itt pedig a Ludwig Múzeumban Rigő Juditnak lesz egy nagyon érdekes kiállítása. A Kappa Központban pedig a WordPress fotó kiállítás lesz megrendezve. Emellett nagyon izgalmas utcai programok lesznek. Teodora majd beszámol arról, hogy különleges installációkkal is megjelenünk a városban. És hát tulajdonképpen a divat és a sport is jelen lesz a fesztiválon, de ezekről a részletekről többet majd Teodora fog elmondani. Köszönöm szépen!